Életveszélyessé vált a Móri út 8 szám alatti épület Székesfehérváron. Az önkormányzat jóvoltából senki sem maradt fedél nélkül. A Móri út 8 szám alatti évtizedek óta problémákkal küzdő és problémákat okozó ház sorsáról rendkívüli ülésen döntött a székesfehérvári képviselőtestület. Székesfehérvár Móri út 8 szám ingatlan kiürítését, az ingatlan élet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető műszaki állapotára figyelemmel haladéktalanul elrendeli. Így elrendelték az épület azonnali kiürítését, valamint a lakók elhelyezését. A Móri út 8 ügyével a korábbi önkormányzati ciklusok alatt is foglalkoztak már. Több tragikus esemény is történt. 2005-ben egy általános iskolás kislány halt meg egy tűzesetben. A Kémény ZRT és az E.ON ZRT már korábban felhívta a figyelmet a helyzet tarthatatlanságára. Szénmonoxid hatás az életveszélyességet jelent, és másrészt pedig hát sajnos megtörténtek azok az illegális áramfelvételek, levételek családonként, amely hát megint csak életveszélyességet jelent. Egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell a lakókat is önmaguktól védeni. Kolompár Ernő, a székesfehérvári roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a helyszínen volt, kifogásolta, hogy velük nem egyeztetett senki. Én azt sajnálom, hogy erről az egész dologról, tehát a hivatal részéről, tehát sem polgármester úr, és senki nem keresse meg a kisebbségi önkormányzatot, és nem ült le a kisebbségi önkormányzat vezetőségével, hogy valójában, tehát hogy a mai nap folyamán, tehát mi történik. Életvédelmi kérdésekről van szó, nyilatkozta a helyszínen Bóka Viktor jegyző. Ilyen a kéményekből a szénmonoxid visszaáramlása, érintésvédelmi gondok is vannak, és a rom épület statikailag is veszélyes. Ez most életvédelmi kérdés, teljesen független a bérlőknek nincsen nyilvántartásunk arra, hogy melyik bérlőnk melyik nemzetiséghez tartozik. Egy hónapon belül két közműszolgáltató jelezte, hogy az ingatlanban életveszély van, innentől kezdve, ha bárki megsérül, az az önkormányzat felelőssége, a tulajdonos képviselőtestület, illetve a polgármester terhe. Nem engedheti meg magának azt, hogy itt az életveszélyes állapotban 35 bérlő tartózkodjon életvitelszerűen. Székesfehérvár városgondnoksága, a Széphő ZRT, a polgármesteri hivatal, a kríziskezelő központ, a családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat, valamint a rendőrség szakembereivel együttműködve végezte a kiürítést. A családoknak igyekeztek segítséget nyújtani a krízis helyzetben. Azért gondoltuk, hogy a szociális szakembereket fogjuk bevonni ebbe az intézkedésbe, mert ők azok, akik mentálisan tudnak segítséget nyújtani egy ilyen borzasztóan nehezen áttélhető krízis helyzet megoldásában. Úgy tűnik, hogy ez a pár óra, amit itt töltöttünk, ez nagyon nyugalmasan, nagyon a rendszernek megfelelően zajlott. A házban lakó családok közül kettőnek volt jogszerű bérleti szerződése, összesen 6 fővel, őket az önkormányzat másik bérlakásba költözteti. A romos épületben azonban további 29 jogcím nélküli lakó is élt. Egy biztos a helyzet az ott lakók számára is tarthatatlan volt. Lakatos István családjával, két általános iskolás gyermekkel egy másik bérlakásba költözött. Van fürdőszoba, WC, be van szerelve. Ugye ez a Móri út 8-ban nem volt, közös helyiségek voltak. Jobb. Hát most hiába mentünk a másik cigántelepre, sokkal jobbak körülmények, jobbak. A jogcím nélküli lakók irányában ugyanaz önkormányzatnak semmilyen kötelezettsége nincsen, de emberiességi megfontolásból a város vezetése senkit sem akart az utcára juttatni. A közgyűlés jogi szempontból is és emberiességi szempontok alapján is döntéseket hozott a családok és az ott élők elhelyezéséről, a jogcímmel rendelkezők és a jogcímmel nem rendelkezők esetében is. Azt gondoljuk, hogy megnyugtató megoldást találtunk, emellett egyéb segítséget és támogatásokat is felajánlottunk. A jogcím nélküli lakókat is átmeneti szálláson, nevelő otthonban vagy a kríziskezelő központban helyezték el, így idéglenesen mindenkinek jut fedél a feje fölé, amíg saját lakhatásukról gondoskodni tudnak.